Első programunk a Városházán volt egy fogadás, ahol egy együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá. Nyíregyháza megyei jogú város és Szecsuán tartomány CCPIT szervezetek között. Pontosabban ez három oldalú volt, mert a BOSZ is aláírta ezt, kifejtettem. Ennek keretében a következők szerepelnek a megállapodásban, hogy ahogy országos szinten a BOSZ, úgy próbáljuk megyei szinten is a kapcsolatokat a cégek között, vállalatok között kialakítani. El is indítottunk egy folyamatot Péter segítségével, de Hajba Tamás úr közreműködésével, hogy egy irodát nyitunk Csengduban. Lehetőséget azonban továbbra is nyitva tartjuk, és megpróbálunk esetleg valami megoldást keríteni. Amikor a delegáció itt volt, a további programjukban szerepelt a Nyíregyháza Ipari Parkjának a bemutatása, ahol hát elég sok külföldi cég szerepel és működik. Párat megemlítenék azok közül, a nagy cégek közül, akik nálunk dolgoznak és telepedtek le. Egyik a Lego, a dán cég, a Michelin, ők ugye a franciák, Continental, Vibroacoustic német, Meiji, japán cég, a Sematic, ez egy olasz cég, és a megemlíthetném még a megyében, ami kiemelkedik, a Carl Zeiss, ez az optikai gyártmányokat előállító vállalat. A program következő részében szerepelt a Záhonyi átlagokőzetnek a bemutatása, ahova ugye beérkezik a széles nyomtáv Oroszország, Ukrajna, illetve Kína felől is. Erre külön program szerepel a megyében, illetve az országban is ennek a fejlesztésére. Ez nagyon leegyszerűsíteni a Kínából beérkező áruknak az átrakását, hogy a széles nyomtán végig tudnának szállítani, és az ottani csomagoló kapacitásnak a bővítését megoldhatnák. Ennek a lehetőségét akkor is felajánlottuk, illetve elmondtuk a delegáció tagjainak, és most is ismételten erre felhívnánk a figyelmet, a széles nyomtáv és a hozzá kapcsolódó logisztikai bázis bővítésében való részvételre. Következő program rész volt a Sóstó gyógyfürdőnek a bemutatása, amely megkapta az elmúlt évben a gyógyfürdői státuszt, és itt szálloda és vendéglátó kapacitás bővítését tervezi a város. Ebben való részvételre is buzítottuk az urakat akkor, és önöket is. Pár adatot én is szeretnék mondani a megyéről, illetve a városról. Hát mi sokkal kisebb méretű megye vagyunk, és a város is kisebb. A megyének körülbelül 550 ezer lakosa van, és a területe olyan 4600 négyzetkilométer. Nyíregyháza 130 ezer lakosú. Az autópálya az már Nyíregyházán túl Mátészalkáig megépült a megyébe. Vasúti csomópont, és van egy kis repterünk is egy kilométeres kifutópályával, ahol kisebb gépek le tudnak szállni. Mi három országgal is határosak vagyunk, Romániával, Ukrajnával és Szlovákiával. A megyének a mezőgazdasági termelése az igen jelentős. Ezt a területet szintén ajánlottuk a delegáció figyelmébe, és most is szeretném elmondani. Mezőgazdasági termékek, tehát gyümölcs, zöldség és erre épülő feldolgozóiparnak a kapacitás bővítésében való lehetőséget tudjuk ajánlani. Nyíregyházán most egy új ipari park építése kezdődött meg, ahova a Lego egy még nagyobb gyárat épít. Ez egy olyan lehetőség, hogy további befogadó képességnek a lehetőséget is megteremti majd a város, tehát bármilyen befektetést, bármilyen témakörben vagy tárgykörben szívesen veszünk. Ez a beruházás most, ami elindul a Lego részről, ez az országban a harmadik legnagyobb beruházás, 50 milliárd forint beruházás. Ennek keretében külön elkerülő utat épít Nyíregyháza, amely csatlakozik az M3-as autópályához. A nyugati elkerülő útnak az építése kezdődik el, és mire jövő évben befejeződik ez a beruházás, akkor az út is felépül. Tudnánk ajánlani részünkről ivóvíz minőségjavító programok és szennyvíz építési programokban való részvétel. A megyében most több ilyen program is zajlik, és általában ezt helyi cégek végzik el. Tehát ebben a szakmai tapasztalat, ez megvan az ottani cégeknél.
Hajba uram is kapcsolatban vagyunk már több éve, és irányunkban is rendkívül segítőkész és támogatja az együttműködés még mélyebb elmélyítését és kialakítását a két szervezet, illetve Szecsurán és Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár megye között. Tavaly augusztusban járt nálunk utoljára, és akkor mind a város, mind a megye és a kormányhivatal vezetői is fogadták, és folytattunk a tárgyalásokat.